Felsorolni is nehéz, mi mindenben első és egyetlen műfajában kis hazánkban a Hard Jazz Band. Aki kíváncsi rá, elolvashatja közösségi oldalukon. Ami talán számunkra ennél is fontosabb, hogy nagyon régi barátságot ápolnak a szürkeverebekkel, és ennek köszönhetően 2-3 évente mi is láthatjuk, hallhatjuk őket élőben. Korábbi színpadokról ismerjük Batyót, aki a múzeum igazgató. Úgyhogy aki szereti ezt a zenét, az egy kis család tulajdonképpen, egy baráti kör, és mindig nagy lelkesedéssel jövünk, és most is nagyon nagy vendégszeretetben volt részünk. Rendkívül sikeres évet zárt 2015-ben a zenekar, melynek repertoárja elsősorban a 20-as, 30-as és 40-es évek amerikai és magyar jazz számaitól eli fel. Különösen népszerűek a két világháború közti magyar swing és jazz dalok, filmzenék interpretációi. Ez érezhető volt a kiskörösi koncerten is, ahol tulajdonképpen a közönség állította össze a műsort. Én azt terveztem, hogy most meg fogom kérdezni a közönséget, hogy mit szeretnének tőlünk hallani, és úgy próbálom összegyúrni egy kicsit az én elképzeléseimmel is. Szeretnénk Dixielandet, mindenképpen egy-kettőt, a nagyon várt magyar számokból is gondolom, hogy el kell tudni játszani. Majd meglátjuk, de rákérdezek majd a közönségnél is, hogy mit szeretne hallani. A zenekar 2016-ban sem pihen, sokat játszanak, Budapesten több helyen is állandó vendégek, ezen kívül pedig újabb lemezzel készülnek rajongóiknak. Mondogatták anyukák, hogy kisgyerekes anyukák, hogy a gyerekek nagyon szeretik, pedig hát nem kifejezetten gyerekeknek készültek az anyagok, de az itt a luxus vonat, meg ezek a Fekete Péter, meg ezeket imádják, és már régóta tervezgetjük, majdnem 10 éve, hogy készítünk is egy ilyen lemez. Pont emiatt én találtam a háború előttről gyerekeknek írt dalokat, úgyhogy most egy ilyen műsorral készülődünk majd. Lehet, hogy ma este is eljátszunk ebből egy-kettőt itt. Augusztusban pedig már 13. alkalommal rendezik meg Siófokon a New Orleans Jazz Festivalt, melyre pénteken a szürkeverebek is meghívást kaptak, akikről Bényei Tamás azt is elmondta, hogy kategóriájukban a legjobbnak tartja őket Magyarországon. Az este természetesen közös örömzenéléssel ért véget.